Vona Gábor tehát a második reformkörpárt elnöke. Jó reggelt kívánok, elnök úr, és Gavra Gábor újságíró kollégánk. Szervusz Gábor, örülünk. Szervusz Egon. Tiéd az első kérdés joga. 9 évvel ezelőtt veszett össze Simicska Lajos Orbán Viktorral, és ezután beállt a Vona Gábor vezette Jobbik mögé. Ugye most a hétvége elsősorban Novák Katalinról, másodszorban viszont Magyar Péterről szólt, aki szintén föllázadt. Felvették-e már a kapcsolatot? Folyamatosan hívogat, de még nem vettem föl, a viccet félretéve. Nem hiszem, hogy ez lesz ennek a történetnek a folytatása. De olyan szempontból nagyon fontos ez a párhuzam, hogy szerintem a G-nap óta nem láttunk hasonlót. Tehát az az időszak G-nap néven vonult be a politika történetre, valószínűleg ez a K hétvége lesz, a kegyelem hétvége, mert azért egy köztársasági elnök, egy volt miniszter lemondott, és hát ugye a volt miniszterasszonynak a férje tényleg ebben az interjúban, ami szóba került már, azért elég elképesztő állításokat tett. Abban az értelemben elképesztő, hogy aki kívülről nézi ezt a rendszert, az, annak nem mondott sok újat. De hogy ettől a személytől hangzott el, és ilyen nyíltan nevezte meg Rogán Antalt és a kommunikációs gépezetet, amiről én szintén tudnék sokat beszélni, illetve hogy megnevezte azt, hogy néhány család kezében van az ország, azért ezek már a rendszernek az elevenébe szúrnak, azt hiszem. Úgyhogy én azt gondolom, itt reflektálva arra, hogy le lesz ez a bomba dobva, vagy robban-e, én azt gondolom, hogy ezt nehéz lesz elkerülni, és nem is az a lényeg most szerintem, hogy az ellenzéki pártok, beleértve akár saját magunkat is, hogyan reagálnak rá, hanem az a lényeg szerintem, hogy belül milyen hatásokat fog ez a rendszerben elkiváltani. Erre hadd kérdezek vissza, mert az ellenzék örül minden lehetőségnek, nyilván ami megszólalási lehetőség, és ami fel tudja mutatni a rendszer ismérveit, az ilyenkor rászokott zúdulni egy-egy ügyre, egy-egy megszólalásra. Emlékezzünk rá, amikor Pesti László tavaly nyár végén, korai ősszel megszólalt, minden ellenzéki pártnak volt rögtön véleménye róla. Itt is ez lesz? Szerintem minden ellenzéki pártnak lesz véleménye róla, nyilván nekünk is van, bár mi az ellenzéki pártokkal ellentétben azt hiszem, hogy inkább a konstruktivitásnak és az előremutató javaslatok megtételének a frontvonalán próbálunk majd előre haladni, és hogyha már konkrétan ez szóba kerülhet, én azt gondolom, hogy kettős válság van most. Van egy köztársasági elnöki hivatalt érintő válság, hogy egyáltalán ez a tisztség, az államfői tisztség, az most mit jelent nekünk, erre a válságra kell valamit reflektálni, most túl a botrányon és a tüntetéseken, a másik az pedig a gyermekvédelem körüli bizalmi hiány. Erre a két dologra kell reflektálni, és nekünk mind a két ügyre hasonló válaszunk van. Azt gondoljuk, hogy mind a két esetben össze kell hozni egy széles körű kerekasztalt. Én ezt már kezdeményeztem is, hogy a gyermekvédelem kapcsán össze fogunk hívni egy kerekasztalt. Ezügyben meg is kerestem civileket, akikkel abban állapodtunk meg, hogy szerencsésebb az, hogyha ezt nem egy párt kezdeményezi, hanem a civilek. Úgyhogy ezt ennek az összehívását úgymond átengedtük, vagy átadtuk a civileknek, és talán ez így is a helyes. Mi a célja egy ilyen kerekasztalnak, bocsásson meg? Az, hogy azt a célt tűztük ki. Mi lehet az eredménye, főleg ez nagyon fontos a gyermekek védelmének érdekében. Aztán most mindannyian érezzük, hogy válság van. Tehát, hogy akár úgy is mondhatnám viccesen klasszikus, egy kicsit átalakítva, hogy áll a bál, és még a végét sem látjuk. És ebben a pillanatban azt gondolom, hogy ez egy kis csillagkapu is. Tehát ilyenkor talán a kormány könnyebben rákényszeríthető arra, hogy olyan lépéseket megtegyem, vagy olyan javaslatokat komolyan megfontoljon, amikről korábban nem is gondoltuk, hogy elérhetőek. És szerintem a gyermekvédelem most egy ilyen. És hogyha ezt hitelesen, akár széles civil és akár teljes pártpolitikai spektrumon sikerül demonstrálni és konkrét javaslatokat tenni, akkor ez szerintem átvihető. Most az a cél egyébként a kerekasztal kapcsán, a gyermekvédelmi kerekasztal kapcsán, hogy 2 hónapon belül legyenek konkrét javaslatok. De a másik ügyre, a köztársasági elnök ügyére is szerintem hasonló választ kellene adni, összpárti. És most a parlamenten belül és parlamenten kívüli pártoknak ez már nem szakmai kérdés, ez egy politikai kérdés, hogy akarjuk-e azt, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül lehessen választani. Nekem a politikai pályafutásom legelső pillanatától kezdve ez a véleményem. Most éppen Gyurcsány Ferencnek is, de azért kormányon nem nagyon szeretett volna erről hallani. Nekem mindig is ez volt a véleményem, és én azt hiszem, hogy ha most Orbán Viktor oda helyez egy újabb szemét az államfői tisztségbe, egy pártkádert, most hagy fogalmazzak ilyen egyértelműen, az nem fogja tudni ennek a hivatalnak a méltóságát visszaállítani ebben a helyzetben. Ez most már a második ilyen eset. Egyetlen egy lehetőség van, hogy egy sokkal szélesebb társadalmi legitimitást adunk ennek a tisztségnek, vagyis az embereknek megadjuk a lehetőséget, hogy ők válasszanak köztársasági elnököt. Igen, de bocsáss meg, Anita, hogy a Fidesz erre mondhatja, hogy annál nagyobb legitimitás, mint hogy ők 1 milliós szavazat többséggel 2/3-ot kaptak 22-ben, hát mi lenne nagyobb ennél? Hát igen, ezt a Fidesz is fogja mondani valószínűleg ilyen értelemben, de most az egész társadalom szempontjából nézzük, azután, ami történt Schmitt Pállal és Novák Katalinnal, bárkit is helyez oda Orbán Viktor ebbe a pozícióba, legyen az a legtisztességesebb, legbecsületesebb, legjobb szándékú ember, én nem tudom elképzelni, hogy ennek a hivatalnak a valódi célját és értelmét be tudja tölteni. Ennek a hivatalnak az a célja és értelme, hogy az országnak a ciklusokon átívelő történelmi egységét megjelenítse. Ez a köztársasági elnöknek végül is a feladata. Túl a konkrét jogköreim meg feladataim, a szimbolikus feladata az államban, a rendszerben. Ezt nem tudja betölteni most egy olyan ember, akárki is legyen ez, akit Orbán Viktor jelöl. Viszont egy olyan önmagában Novák Katalinnak a bukása, a lemondása, az nem menti meg ezt, ennek a hivatalnak a presztízsét. Hát nagyon nem. Nagyon nem. Mert hogy itt azért azt is tegyük tisztába, hogy most a Fidesz nyilván úgy kommunikál, hogy itt ők a következmények pártja. Itt történt egy személyi hiba, és most egy személyi felelősség levonás van. Nem. Itt egy rendszerhiba van, és most egy kivégzés volt. Hát ez a kettő között óriási különbség van. A rendszerhibán azt értem, hogy itt az urambátyám viszonyok, a második középkor, a feudalizmus, ami Magyarországon megvalósult. Kivégzés alatt azt érti, hogy Novák Katalint végeztek ki. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez egy rendszerhiba volt. Nem, Novák Katalin aláírt valamit, amiről át sem gondolta valószínűleg, hogy alá kell írnia, vagy sem. Hát persze ezek baj, csak ilyen találgatások. Egyébként nem, hogyha egy ilyet elé dugnak, és ezt át sem gondolja. Hát nagyon messzire mutat. Így működik a második középkor. És így működik az, amikor hát ezt valamelyik helyi báró javasolta, valamelyik helyi földesúrnak a kérése volt, és ilyenkor aláírom. És ezért mondom, hogy ez egy rendszerhiba, és ez egy olyan rendszerhiba volt, ami súlyos, aminek súlyos ára volt, és akkor jött a király, és kivégezte El tudja képzelni azt, hogy Novák Katalin nem egyfajta politikai nyomásra írta ezt alá, mint ahogy az hírlik. Ugye egy volt minisztert nagyon konkrétan elkezdtek meg is nevezni, Balog minisztert, miszerint is ő lett volna az a református egyházzal a hátában, aki ezt elősegítette, vagy egyfajta nyomás alá helyezve Novák Katalin kikényszerítette. Akkor nem állja meg a helyét az, hogy fogalma nem volt róla, hogy mit ír alá. Ez is lehetséges, én ebbe a találgatásban nem mennék bele, mert hogy magán a lényegen nem változtat, illetve nagyon izgalmas, nagyon érdekes, de szerintem a lényegen nem változtat azon az állításomon, hogy a második középkor működése ez, azon nem változtat. És ugye nem véletlenül nevünk a második reformkor, ahol van egy átláthatóság, egy transzparencia, egy társadalmi felügyelet, vannak fékek a rendszerben, és ma a legnagyobb féket a rendszerben egy olyan köztársasági elnök tudná jelenteni, aki úgy tudna kiállni egy ilyen szituációban, hogy az ő legitimitása nem Orbán Viktortól függ, hanem a magyar társadalomtól, a magyar emberektől kapta. És egyébként még alapítványként ugye tettünk egy javaslatot Emberek emberei címmel, jó pár évvel ezelőtt, akkor éppen nem volt aktualitása, mégis ezt javasoltuk, hogy közvetlenül válasszuk a köztársasági elnököt, de tovább mentünk, azt javasoltuk, hogy a legfőbb ügyészt és a médiahatóság vezetőjét is közvetlenül válasszuk. Ki volt az Emberek embere? Schmitt Pál. Legalábbis ő mondta magáról, ez egy érdekes analógia. Lehet, hogy érdekes analógia, de nem Schmitt Pál jutott eszünkbe, amikor ezt a javaslatot tettük, hogy ezt a nevet választottuk ennek a kezdeményezésnek. És én azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodni azon, ha már kinyílt tényleg ez a csillagkapu, és most itt ilyen dolgokról beszélhetünk, hála Istennek, hogy közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt, hogy biztos, hogy csak a köztársasági elnököt kell közvetlenül választani, vagy más fékeket is építsünk be a rendszerbe, és nem csak a mostani helyzet miatt, hanem úgy általában a jövendő magyar demokrácia érdekében. Nagyon kíváncsi vagyok az álláspontjára és a gondolataira azzal kapcsolatban, hogy most azért elindulhat egy lavina, és azért mondom szigorúan feltételes módban, mert ugye az érdekek ellentétesek, a Fidesz nagyon gyorsan szeretné ezt most majd megállítani, az ellenzéknek pedig célja lesz és feladata, hogy tovább göngyörítse itt a szálakat. Több név elhangzott hétvégén, most akár Balog Zoltáné, Rogán Antali az említett hivatkozott videón keresztül. Ön szerint bukhatnak itt nagyobb nevek? Kibukhatnak a csontvázak a szekrényből? Vagy elindul egy dominó? Vagy mi az ellenzék feladata most? Igazából inkább így kérdezem. Hát én a magam nevében, vagy a magunk nevében tudok csak beszélni, más pártoknak a tanácsadója nem akarok lenni, de én azt hiszem, hogy ebben a szituációban nyilván a politika azért valahol egy küzdősport, amit aztán az emberek pontoznak, hogy ki hogyan mozgott ebben a küzdősportban. Tehát nyilván, ha van egy ilyen szituáció, az ellenzéknek a lehető leghatékonyabban érdemes kihasználni. De biztos, hogy a Fidesz hozzáteszem fordult esetben. Fidesz is ezt tenni, és ebben szerintem ne próbáljunk szépelegni, ez a feladata az ellenzéknek, hogy kihasználja az ilyen súlyos hibát, és hogyha a rendszeren belül ilyen töréspont jelenik meg, akkor ott azt igenis ki kell használni. De, és akkor emlékezzünk a tegnapi interjúra, talán sokan látták, ott is elhangzott, addig, amíg nincs alternatíva. Addig, amíg nincs egy olyan választható, kormányképes politikai erő, közösség az ellenzéki oldalon, amelyikre az emberek azt mondják, hogy jó, hát ebből már kiszerettünk, de hát ebben meg nem tudunk beleszeretni, erre nem tudjuk rábízni az országot, ennek ennek nincs kormányképes aurája ennek az egésznek, addig ne várjunk változást. És a 2RK a másik reformkor azon dolgozik, hogy ne csupán elmondjuk, hogy jó 1G, mert ezt nem is szoktunk ilyeneket mondani, hanem azt is megmondjuk, hogy mit tennénk a helyére. Tehát mi az a Magyarország, mi az a jövőkép, amit hogyha leváltjuk azt, ami most van, vagy összeomlik, ami most van, akkor a helyére tehető. Arra nem válaszolhat, hogy bukhatnak-e nevek? Ki? Szerintem a rendszerből, vagy akár meg is politikailag? Bukhatnak. Azt, hogy a rendszer most itt hirtelen ettől megburuljon, ezt én még nem látom, de mint történelem szakon végzett bölcsész, azt tudom, hogy a rendszerek általában úgy buknak meg, hogy felgyülemlik belül a feszültség, és ez most úgy érezhetően megvan, és valami olyan banális dolog történik, amiről nem is gondolnánk, hogy ez a rendszer bukásához vezetett, aztán mégis oda vezet. Tehát ez mindig benne van a pakliba, lehet, hogy ez holnap történik, meg lehet, hogy éppen most történik, csak mi még nem is tudjuk, de lehet, hogy csak 3 év múlva. És egyébként a rendszernek az instabilitását, vagy a rendszernek a rugalmasságát mutatja az, amit ön kivégzésnek nevezett, hogy Novák Katalin egy hét után lemondott, vagy ha tetszik, leszették. Ugye emlékezünk rá, hogy Schmitt Pállal ugye majdnem 3 hónapig tartott ugyanez. Hát igen, csak a plágium botrány sem volt nyilván kellemes a Fidesz számára, de itt most a gyermekvédelem kapcsán egy olyan témában vált hiteltelenné. És maga a szereplő az ennyivel pehelysúlyúbb esetleg, mint Schmitt Pál volt? Vagy ennyivel pótolhatóbb? Szerintem Orbán Viktor körül csak pehelysúlyú államfők jelennek meg. Pontosan ezért volna szükség arra, hogy legyen egy nehéz súlyú köztársasági elnökünk, ezt a nehéz súly pedig egy közvetlen választást tudná biztosítani. Önöknek lesz javaslatuk arra, hogy ki legyen az ellenzék által jelölt köztársasági elnök? Nyilván most elindul ez a procedúra. Az ellenzéki pártok majd a parlamentben tehetnek javaslatot, és ez a parlamenten, jelenleg még parlamenten kívüli párt, mint amilyen mi vagyunk, is tehet. Van is a fejünkben, vannak a nevünkben fejek, nem fogok most még mondani, hogy nem mondjak nevet, de olyan személy kell szerintem, aki mind a két oldalt, vagy az összes oldalt megérti, át tudja érezni a jobb oldalnak, bal oldalnak, liberálisnak, konzervatívnak, szociáldemokratának, zöldnek, mindenkinek át tudja érezni, érteni a értékeit. Hogy volt már esetleg minden pártban, az is. Nem feltétlenül, igen. Viccnek nem volt rossz, de azért ne ilyen legyen. És ennek ellenére sem tartozik egyik oldalhoz sem. Tehát ez is szerintem nagyon fontos, hogy most ne olyan köztársasági elnököt találjunk ebben az országban, aki valamelyik közösségi, hanem olyan, akiről tényleg azt gondoljuk, hogy minimum azt gondoljuk, hogy nem a miénk. És ha mindenki azt gondolja, hogy nem a miénk, akkor az egy jó köztársasági elnök. Azt el tudja képzelni, hogy tudnak olyan köztársasági elnök jelöltet választani, akiről egyáltalán tárgyalni lehet a kormány oldallal? Nem. Ezt tegyük hozzá, hogy nem. Tehát azért a realitás érzékünket ne veszítsük el, a 2/3-os kormányzati többség a parlamentben megvan, enélkül nem lehet köztársasági elnököt választani. Jelölni lehet, még, hogy 40 ellenzéki képviselővel. Jelölni lehet, és most talán ennyi van, tehát nem tudjuk, hogy milyen hatások lesznek a kormányon belül, esetleg a parlamenti frakcióban, de olyan javaslatot igenis lehet tenni, és szerintem van azért néhány név, nem sok sajnos, akire ráillik az a definíció, amit előbb mondtam. És mennyire jó lenne egyébként Magyarországnak, hogyha lenne egy ilyen nemzeti minimumunk, hogy semmiben nem tudunk egyet érteni, mert tényleg mi vagyunk az a nép a Földön, amelyik semmiben nem ért egyet, de legalább lenne egy köztársasági elnökünk, amiben mindenki bele tud kapaszkodni, és hogy legyek most nagyon ilyen önző kommunikációs értelemben, jövőre lesz 200 éves a reformkor, 2025-ben. De milyen jó lenne, hogyha már ezt egy olyan köztársasági elnök tudná az ezzel kapcsolatos megemlékezéseket levezényelni, akiről nem arra asszociálunk, hogy jöhet ez annak a pártnak az embere. Egy utolsó kérdés, Gábor. Amikor azt mondja, hogy közvetlen elnökválasztást szeretne, amikor azt mondja az ellenzék, hogy közvetlen elnökválasztást szeretne, akkor azért mindannyian tudjuk, hogy a fideszes kétharmad ezt a kérdést nem fogja kiengedni a kezéből. Parlamenti választás esetén is lesz jelöltjük? Tehát, hogyha a parlament, ahogy az várható, magánál tartja ezt a döntést a második reformkor, akkor is fog javasolni legalább az ellenzéki pártoknak egy közös jelöltet? Mert ugye itt a realitások között az az opció, amit azért 22-ben nem sikerült annyira megugraniuk az ellenzéki pártoknak, hogy a társadalom számára jobb jelöltet kínáljanak fel a parlamenti szavazáson, nem a közvetlenen, mert az valószínűleg nem lesz, a parlamentnek, mint akit a Fidesz jelölt. Még egyszer azt tudom, hogy tudnék ilyen nevet mondani, de nyilván velük is egyeztetni kellene. Azért ebben a puskapörös magyar közéleti légkörben nem biztos, hogy mindenki örülne annak, hogy itt most bedobnám az ő nevét egy ilyen tisztségre. És bármelyik ellenzéki párttal erről már egyeztettek? Nem egyeztettünk, és nyilván annyira friss még, hát ezért a K7 vége még épp hogy véget ért, még nagyon korán reggel van itt hétfőn. De hogyha ilyen szituáció alakul ki, akkor mi nyitottak vagyunk rá. Mi úgy indult, ő szeret levelezni más ellenzéki pártok vezetőivel, igen, vagy igen, tehát néha egyoldalú ez. Szívesen találkozunk is bárkivel, és ügyek mentén bárkivel hajlandóak vagyunk együtt is. Hát akkor mennek ki ilyen levelek majd. Mennek ilyen levelek, így van, de a legfontosabb az szerintem az, amit január 20-án az évadnyitónkon üzentünk az országnak, hogy adjuk vissza a fiataloknak az országot. Számunkra ez van a fókuszban, mert úgy érezzük, hogy ez a kulcs probléma. Abban az országban, ahol a fiatalok nem érzik jól magukat, és 100-ból 6 fiatal biztos abban, hogy itt marad Magyarországon, azért ez brutális szám, ott előbb-utóbb semmelyik generációnak nem lesz jó. Ez kell, hogy legyen a végszavunk. Vona Gábor és Gavra Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk ma reggel. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.